És most pedig itt vagyunk, és köszöntjük szeretettel Herceg Tamást és Adorjáni Bálintot. Hamarosan beszélünk a szegedi szabadtéri játékokról, de hát előtte engem nagyon érdekelne, hogy téged a 8 évi Radnóti Színház után hogy forgattál ilyen nagy sztárokkal? Hát ez most nem hirtelen történt. Most a legutóbb a Red Sparrow-ban voltam benne, aminek a Jennifer Lawrence-es filmbe. Nem tudom, elindult ez, megcsináltam az első filmet, ami külföldi produkció volt, és azután valahogy minden castingra behívnak valami szerepre, hogyha van olyan, ami én korosztályom, vagy amit játszhatnék, akkor úgy általában ezekben a filmekben benne vagyok. De először te jelentkeztél? Vagy pedig valaki azt mondta, hogy na itt egy karakter, vagy a színház, vagy ez hogy működik? Nem, hát ugye tehát ezek a casting ügynökségek azért nézik jóformán a színészeket, tudják az elérhetőségüket, hogyha kell egy olyan karakter, akkor meg behívják castingra. Tehát igazándiból nem kerestem meg ügynökségeket. Tökre örültél egyébként, amikor először így behívtak, hogy gyere már, légy szíves, nem tudom, Jennifer McCarthy-val, vagy valakivel. Ja, nem vele kell castingoljak egyébként, ez megint egy másik szó. Melissa McCarthy egyébként. Igen. De hogy az ő filmjében leszel, mert itt forgat Magyarországon, hogy ez jó lesz hát neked. Hát nem tudom, hát ugye az ember szeret dolgozni, szereti megkapni a munkát, tényleg egy óriási produkció, tehát egy hollywoodi produkció, rengeteg emberrel, rengeteg kiszolgálással, saját trélerrel, minden olyan dologgal, ami az ember adott pillanatban fontosnak érzi magát, úgy érzi, hogy az, amit tud, vagy amit csinál, arra van igény, azt szeretik, azt jól csinálja, tehát ez egy olyan minőség, amit szerintem mindenki. Lehet gondolom, a színház legalább olyan fontos része maradt az életednek. Miben láthatjuk Bálintot, illetve kiket láthatunk az idején? Egy Broadway musicalben látható Bálint. Tavaly évben dolgoztunk együtt, és tavaly előtt is egy Shakespeare darabban Bálinttal, és hogy tényleg kössem a témát, az idejében az Ének az esőbennek a főszerepét fogja alakítani, úgyhogy úgy látja meg egy producer, hogy meglátja egy prózai előadást, most neki itt kell fölépni. A viccet félretéve valóban két adásban dolgoztunk, egy Shakespeare adás volt az első, a Tévedések vígjátéka, és azt követően akkor már kiderült tulajdonképpen, hogy ez a szerep izgatja, a Lockwood szerepe izgatja Bálintot, és hogy nagyon jól is énekel, ez kiderült a Tévedésekbe is, és ebben tovább léptünk, úgyhogy az idén ő lesz a nagy beállója az Ének az esőben produkciónknak. Hát ekkora azt hiszem 4000 néző fér el, ugye a nézőtéren. Nagyobb izgalommal indulsz el egy ilyen előadásra, ahol tudod, hogy ennyien néznek? Vagy ugyanúgy készülsz fel, mint mondjuk a Radnóti? Ez a húha élmény, ez megvolt a Tévedések vígjátékánál, de igazándiból a fények miatt nem érzékeled. Amikor a taps van, és följön a nézőtér fénye, ott álltunk a Molnár Áron kollégámmal a tapsnál, és följött a nézőtér, és meglátod ezt a 4000 embert, akkor az van, igen. És egymásra néztünk, hogy... Hát nekem is kétszer voltam már Szegednél, és mondták, hogy kezdés előtt azért egyszer nézd végig. Ezt nem tettem meg, de hogy mondjam, így meg egy akkora nagy élmény volt meglátni azt a 4000 figyelő szempárt, tehát elképesztő. Igazgató úr, ilyenkor mantráznak egyébként, ugye ez a szegedi szabadtéri játékok a legnagyobb ilyen nyári színházi rendezvény, és erre iszonyatosan sok ember készül, mindig évről évre mi lesz a repertoár, egyéb ilyesmi, de hogy önök a szervezők és a kivitelezők, mindenki akkor ott mantrázik, hogy nehogy essen az eső, jó idő legyen, vagy hogy működik ez, mindig egy ilyen izgalom a nyáron, hogy most... Nem kell izgulni, a szegedi szabadtéri játékok előadásnapja nem esik az eső, tehát ez is egy mantra. Így van kitalálva. Tényleg valóban nagyon ritkában esővel problémánk, hál' Istennek ott valahogy az a... illetve Szeged egyébként is a napfényvárosa, úgyhogy jó az éghajlatunk. Nem, nincs ezzel különösebb baj, jól szépen működünk. Azon szoktunk izgulni, hogy a disztelt tervezők, akik esetleg először dolgoznak a szabadtérén, értsék pontosan, hogy ennek a nagy térnek mi a lehetősége. Időnként előfordul, hogy valami olyan beállítást próbálnak, az nem látszik a nézőtéren egy részéről jól, és azt mondja, hogy csak pár szék, ne viccel, nézzétek meg, számomra, hogy 600 szék, ami nem látszik, az egy színháznyi a pár szék, ami úgy tűnik, tehát hogy inkább az alkotókkal kell az első alkalommal, amikor elkezdenek dolgozni, minden részletet megbeszélni és újra értelmezni, ami nem lenne evidens. Hol tart most a Domtér? Hogy áll a színpad? Mikor lesz az első előadás? Ez egy nagyon izgalmas hely, mert valóban az ország legnagyobb befogadó képességű színházi játszója, de egy virtuális
aktuális színház egész évben nincsen, csak két hónapra épül fel a macskaköveken, mindenféle színházgépészettel, öltözővel, mindennel együtt. Jól állunk, pénteken kezdjük, Puccini Toszkája lesz az első bemutatónk, nagyon várjuk az előadást, Bocsári László fogja rendezni az élete első opera rendezése, és a címszerepet Rost Andrea énekli, aki pedig itt mutatkozik be először Toszka, akit nem énekelte még színpadon, úgyhogy nagy izgalommal várjuk, és aztán persze jönnek a musical betevők, a tavalyi nagy sikerek, a Mamma Mia énekezésében, és lesz egy új nagy Shakespeare végjáték bemutatunk, a Vízkereszt vagy Amit akarnak. Mamma Mia akartok. Nem lehet kihagyni? most már nem, mert minden egyet hallottunk rá, valóban évek óta csúcs tartva a Mamma Mia, de fontos, hogy más bemutatókat is felvállalunk, illetve hát lesz az idén egy nagy új musical bemutató, az idei év nagy dobása vagy duranása Notre Dame-i toronyőr. Bálinti, hogy álltok a próbákkal? Elkezdtétek már? Mikor lesz nektek a bemutató? A ének az esőben? Igen. 10-én utazunk le, 10-én elkezdünk próbálni, és 14, 15, 16 a három előadás. Hát ugye az operetben megy folyamatosan évadban az előadás, csak hát nyilván a térhez adaptálni a dolgokat, tehát a térformák, koreográfiák, stb. Tehát, hogy lesz teendő. És milyen film lesz a következő, amiben szerepelsz? Elárulhatod? Hát most fejeztem be egy cseh, szlovák, osztrák, magyar koprodukcióban készülő, hát mini sorozatnak mondják, egy kétrészes tévéfilm Mária Terézia életéről, ahol Esterházy Miklóst alakítom, jó részt Csehországba forgattunk, pont a reggel számoltam össze, hogy 8300 kilométert utaztam a forgatás alatt. Tehát volt olyan, hogy játszottam este, 10-kor befeküdtem az autó hátsó ülésén, fölébredtem ilyen 3-kor Kromnyezsics nevezetű cseh városba, befeküdtem a szállodába, és reggel 7.30-kor ott voltam a sminkbuszba. Az szép. Lesz kis idő azért a pihenésre, vagy az egész munkáért? Lesz, most egy induló sorozatba fogok szerepelni, lesz ugye a Szeged. Ez a pihenés része? Igen, nem, valamikor igen, a tengerhez el fogok jutni, és hát azt tervezzük a barátaimmal, hogy az Ortler csúcsot megmásszuk most nyár folyamán. A mindenit. Mi a szegedi szabadtéri titka, vagy a sikerének titka? Mitől lehet az, hogy ez a rengeteg hely azonnal, tehát tényleg nem lehet jegyet kapni szinte az előadásokra? Hát jók az előadások, és nagyon, nagyon izgalmas szereposztások vannak, hogyha most csak a új Shakespeare bemutatóról beszélek, abban a legismertebbek, Hernádi Judit, Bodrogi Gyula, Alföldi Róbert, Görög László, és hosszan sorolhatnám. Tehát valószínűleg az, hogy nekünk a őszi évad után lehetőség van sokféle színházból meghívni művészeket, akik egyébként nem találkozhatnának a őszi szezonban, és hát valószínűleg ez egy jelentős vonzerő, hogy itt olyan művészek lépnek föl, és olyan darabokat tudunk megszerezni, olyan darabjogokat tudunk megkapni, amelyeknek a bemutatója sűrűn Szegeden van először, hiszen a Mamma Mia Madách Színházzal, Szirtes Tamás rendezésében először Szegeden mutattuk be, most a Notre Dame-i toronyőr bemutató is Szegeden lesz. Nagyon sok. Az ének az esőben is. Az ének az esőben is tavaly szegedi bemutató volt, azt követően ment az Operett Színházba. Hát valószínűleg ez a varázsa, illetve az a különös atmoszféra, amit nem csak a város, hanem ez a nagyon izgalmas a Velencei Szent Márk térhez hasonlítható zárt szerkezetű tér tud. És hát a csillagok alatt színházat nézni este a forró nyári meleg után este 9-kor elkezdeni, az egy nagy kaland, egy különleges élmény. Mondja már kulisszatitkokat, hogy ez hogy van például, amikor ilyen nagy meleg van, akkor fellocsolják előtte például a követ, vagy mit csinálnak az a rengeteg bogárral, ami oda megy az összes ilyen világító berendezés. Tehát ezeket az ilyen apróságokat, amit mi mondjuk nézőként nem vennénk észre, de hogy önök még foglalkoznak. Hát a Domtér mellé tereltük a Tiszát, és a Tisza kellemesen lehűti a levegőt. Estére, és nagyon jó szélmozgást ad, tehát nagyon jó a földrajzi elhelyezkedése, nagyon ideális ilyen szempontból. A bogarak pedig este 9 után már nem szállnak olyan nagyon, ők szürkületben vannak, akkor elülnek. Mi a beéneklés más szabadtéri színpadoknál szokott ezzel probléma lenni, de azért, mert ők hamarabb kezdenek a nyárba. Mi július első hétvégén, ez esetben június utolsó napján kezdjük az évadot, és eddigre már besötétül, úgyhogy a fényhatások is jobban érvényesülnek, a bogarak meg szépen elülnek, de ha mégsem, akkor a legkülönbözőbb módon írtjuk őket ködgéppel és helikopterrel, úgyhogy ezt meg szoktuk tudni oldani. Mindent a siker érdekében. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. És jó munkát.